magad, bassz meg, hát nem igaz! Nem vagyok ehhez hozzászokva! Istenem, úgyis fogyni akartam! Gyere már, bassz meg, már nincs sok vissza! Kellett neked beszólni, fiam? A faszom ki van veled! Segítsetek már! Kaszakod a lábam, bassz meg! Mi van a fiúval? Beszólt! Feleselt velem! Szemtelen volt, én meg lebasztam neki egyet, ezt tudom, hogy ilyen kurva nehéz inkább legyen. Mindenki készüljön fel, hozza be! Hozzatok egy párnát, kokkolínósat, a szekrény aljáról szedjétek ki, annak jó szekrény illata van. Jó, és akkor most hozza be, okay. És ide fektetjük. És most hagyjuk aludni. Nyugodj meg, haver. Megérdemelte, hidd el. Nem vagytok kajások? Kurva ilyes vagyok. Hé, figyelj, cimbora. Semmi baj. Hallod? Nagyon jó apa vagy. Ezt az anyjának kellett volna intéznie. De hol van az anyja? Fasz tudja. Nem baj. Én itt vagyok. Jobb ez így. Nincs valami a hűtőben, szívem. Olyan kurva ilyes vagyok, fel tudnék zabálni egy házat. Biztosan jobban lesz a fiad, Ricsi. Ő erős gyerek. Nem érdemelte meg. Dehogy is nem, Ricsi, dehogy nem. Csak annyit mondod, hogy hagyj a Fidesz nem is olyan rossz. Nem érdekes. Hát a feleséged most sincs itt. Mi van, hogyha... Mi van, hogyha mással randizik? Itt kéne téged ápolnia és szeretgetni. Nem randizik, világvége van. És akkor az a baj, hogy annyira naív vagy. Biztosan léteznek már offline társkeresők, és ezen a technológia annyit fejlődött már, hogy az elképesztő, tudod? Hm? Nem baj, tesó, én itt vagyok neked, és majd együtt felneveljük a gyereket. Kibaszottul boldog gyerekkor lesz meg minden. Elhiszed? Ez most egy kicsit buzis. Nem, az csak a te is akarod. Szerintem kéne a fiúnak egy kis szénhidrát, uram. Úgy gondolja? Persze. Nem inkább arról van szó, hogy te vagy éhes, és te akarsz enni ottó. Csak kérdezem. Kinyögné már végre, hogy mi van a fiammal? Mit tudom én? Ledöltem pihenni én is egy órát. Egy gyereknek igenis szüksége van a kajára. Mit adjunk? Mekit? McDonald's. Nem is létezik már szerintem McDonald's. Ó, de hogy is nem? Nézd, Ricsi, hogyha bűntudatod van, akkor lebb meg egy Happy Meal-el. Kurva finom. A legközelebbi McDonald's-nál nagyon sok a nettelen. A nettelenek azok nagyon veszélyesek. De megér annyit a fiad, nem? Majd én elmegyek. Biztos vagy benne? Úgyis kicsit éhes vagyok. Elkísérlek. Majd hozzá már nekem is valami csirkés szart, légy szíves, jó? Ne egyél meg senki, drága! Nem eszek én meg senkit sem, meg! Nem fogod megenni a fegyvereket, Otto? Én meg sem köszöntöm, Hörcsök, hogy lefektette a fiamat aludni. Hálás vagyok. Igazán nincs mit, Richard. Mindent megtette, amit lehet. Nem is tudtam, hogy én orvos. Közöm nincs hozzá. Csak tudom, hogy néha kell aludni. Én azt hittem, hogy kezelte a fiamat. Ott aludtam mellette. Nem tudok semmit az orvoslásról. Csöves voltam ezelőtt. Jó, de akkor is beengedett a farmjára. Engem is csak úgy befogadtak. Szerintem fingjuk nincs, ki vagyok. Most csak szopat engem? Két napja ide tévedtem atom részegen, és azóta itt vagyok. Csak olyan fejem van, mintha az enyém lenne a farm. Fortnite! Gondolom, itt vagyunk. Tindert akarok! Meg akarok baszni valakit! Mikor lesz már ekkor? Ó, basz meg, már attól elfáradtam, hogy felállt! Na de mindegy, az van! Meg ki ott van fenn? A izénál fönn, a izénál! Nem tudom megosztani a Facebookon, hogy cinkottam! McDonald's! Hát a kurva élet faszálva! Na mit lát, Hörcsök? Javul már a fiunknak az állapota? Hát fingom nincs, mit kell hallani vagy látni, de remélem úgy néz ki, mintha értenék hozzá. De beszarok magá, Hörcsök, csak ért hozzá valamennyire, vizsgálja még. Miért nem hívunk hozzá orvost? Te nekem, te nem magyarázzál, itt se voltál, hogyha maradj a csöndbe, légy szíves. 12 óráztam, mert azt mondtad, nincs kedved dolgozni. Nehány torgassuk fel a múltat, Hörcsök kiváló szakember és kész. Halvány fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Azt se tudom megállapítani, hogy él vagy már halott a gyerek. Tudom, hogy mit csinálok. Én vagyok a fazi. Nem. Te idióta vagy. Hogy mit mondtál? Azt, hogy egy idióta vagy. Nézd meg, mit csináltál a gyerekkel. Összeverted a saját fiát. Velem nem beszélj! Egy idióta faszfej vagy!
nézd már, egy világító hotspot. Menjünk, csatlakozzunk fel. Csatlakozzunk. Behozhatom a stream, lemarad áfaimat. Nézd már, ott repül még egy hotspot. Nem lehet, hogy egyszer van. Jól van ez így. Jól van ez így. Már nem is emlékszem a Facebook jelszavamra. Azt mondja, sajtburger, itt is van, oké? Okay? Hagyja nekünk is halani dagadék. Az de kurva jó. Ha nincs kedved nyelni ezzel, kifeszítheted a torkodat. Kurva jó. Te beteg állat. Jó, megvan minden, mehetünk. Óvatosan. Jó. Ó, hogy baszd meg! Ne olyan hangosan, te hülye! Biztosan van internetet, kék! Adjátok meg a jelszót! Gyerünk! Jó! Gyere már! Jó van már! Sanyi! Jaj, de jó, hogy visszajöttél. Na, a kaját azt add csak ide, öcső. Add már ide! Hol van Otto? Harcoltunk. Ott volt egy rakás nettelen, és kihoztuk a kajákat, és azt mondta, hogy szaladjak előre, és majd jön, de gondolom dagadt, és még mindig úton van. Jó, hát a testsúlya miatt egy kicsit lassú. Pár nap is jön. De most megyünk zabálni, mert kurva éhes vagyok, gyertek. Haver, a kurva életben. Örülök, hogy itt vagy, barátom. Mi lenne velem nélküled? Na, az a helyzet, hogy el kéne menni a gyereknek aspirinér. Faszom se, most jöttem vissza a McDonald'sból. Menjen a Ricsinek a felesége, nem? Vagy ő nem ér rá, mert mással hegyegép van? Na mi van, összerúgtátok a port? Nem tudhatjuk biztosan. Nem, a fasz nem. Jó van, nyugi, majd én elmegyek. Hát nagyon sajnálom, mert ezt az anyjának kéne intéznie, de köszönjük szépen, tényleg. Te mit csinálsz itt amúgy, megtudhatom? Gondoltam, kijövök egyet pisilni, miért? És a WC papír? Most ez komoly? Ki az a férfi? Mi a bajod? Azt hiszed, hülye vagyok, hogy kijársz ide random húgyazni, ennyire hülyének nézel? Én csak kijöttem sétálni, hogy már egyedül akarok lenni, és komolyan ebben van... Te mondandómat, faszomat! Azt hiszed, teljesen hülye vagyok, mivel tőlött kell picsárnod ezek a falevélre? Hogyan kurva vicces, amikor ideg beteg vagy, Ricsi? Nem szedtem fel senkit, meghalt mindenki, bazd meg! Elég gyenge kifogás, hogy mindenki meghalt! Mi a szar ütöd veled, eddig nem voltál ilyen ostoba, Ricsi? Sanyi bezzeg, mindig ott volt! Sanyira mindig számítottam. Hát akkor jöjjetek össze, bazd meg! Dehogyis, hát nem vagyok meleg. Sanyi viszont meleg, ezt tud. Hát dehogy meleg, most azért, mert együtt zuhanyzunk, meg nézi a tökömet! Ez csak szimpla barátság, néha megölel, meg megbaszíroz. De akárhogy is, én nem vagyok meleg. Nem gyanús, hogy össze akar minket ugrasztani? Dehogy akar, csak hova az élet nehézségeitől, ennyi az egész. Szét akarja cseszni a házasságunkat, te hülye. Sanyi gyerekkorom óta az én barátom. Na várjál, lehet, hogy tényleg buzi. Most egy kicsit elbizonytalanodtam az a helyzet. Nem baj, ha meleg. Csak tisztázd vele, hogy te nem. Hogy te nem vagy meleg, Ricsi. Csak barát. Baszd meg, ez engem meg akar dugni. De ne ijedj meg, barátok maradhattok, csak tisztázd ezt. Ez? Végig az ánuszomra pályázott? Kurvára sokba vagyok. Te amúgy honnan is származol? Koreába jöttem. Már értem, hogy miért hívnak King Jong-Jing Jungnak. Itt a személyén, baszod. Dél-koreai vagyok. Szia! Annak össze a telefonodat! Ezt meg akarom nézni a Facebookomat! Bassza ki! Meg a Tinder fisz kíváncsi vagyok! Hányra húztak jobbra! Biztos van messze! Szegénykéim, be vannak oda zárva. Van tippetök, ki lehetett, Ricsi? Ezek a netérsóvárgók. Persze, hogy be vannak zárva, ne viccelj már. Mi jogon zárja be a feleséged? De jó lenne egy kis pici mobilnet. Észre kéne venned végre, Ricsi, hogy a feleséged kurva rossz hatással van itt mindenkire. Az egészen rakás szar. Elegem van. Faszom. Szállj, komolyan mondom, hogy a fasz ki van tényleg már. De miből van eleged? Mit csinált?
Én őt küldeni például vadászni, mert nő és ők jobban tudják, milyen a jó kaja. Én őt küldeni a vadászni, bazd meg. Mi az, hogy ő menjen vadászni, és mi a picsát csináljak, verjem a faszomat? Hát lehetne változatosabb az étrend, mert ez így szar. Ne kezdjétek, légy szíves. Hát tudod mit, akkor egyél magvakat, baszódjál anyat. Jó, álljatok nem, le. Nem magvakat akarok, csak normális kajákat, mint például, mit tudom, mondjuk pécsi szeletet, vagy fasírozottat. Olyan emberre van szükség, aki így menübe gondolkodik. Mit tudom én, mondjuk szed paprikát, meg paradicsomot az erdőbe, az meg is összeállítod a kurva anyádat, szerintem nem tudsz főzni, nem tudsz főzni, igaz? Sanyi, mi ez már ez mind a te hibát? Sanyi, higgadjál már, de mitől vagy ideg bajos, mi? Megjött a havid, bazdmeg. A feleséged ugraszt össze minket! Csak te miről beszélsz? Hogy jutottuk el a sóvárgóktól a feleségemig? Bezárta őket. Nem ő zárta be őket, te barom. Én voltam. Itt kuncsorogtak interneté, gondoltam bebaszkodom őket, oda addig se zavartam. Akkor is sokkal jobbat érdemelsz, mint ez a hűtlen csaj, te is tudod nagyon jól! Válthatnék veled pár szót? Nem akarok itt veszekedni. Ideges voltam. Hát ez nem kifejezés. Csak a hangnem miatt kérek elnézést. Durva voltam. Hát azt hiszem, hogy ez kell egy kis ide, hogy megemészem. Még neked áll feljebb. Most még se kérsz bocsánatot? Csak aggódom a barátom mentális állapotáért, ennyi. Nem akarom, hogy bárki is bántsa, tudod. Nagyon sokat kapott már az élettől. Tudom, hogy szerelmes vagy, Beli. De mi a faszról beszélsz? Jól van, hogyha háborút akarsz, megkapod. Ezt Ricsinek is elmondtad? Te kurva! Nem vagy semmi. Engem szeret. Beszélek vele, és majd meglátjuk. Miért hívtál sétálni, Sanyi? Ha? Beszélni akarok veled. A feleségedről és rólad. És pedig... Ő nem az a nő, akinek hiszed. Hát nem először hallom ezt tőle, Sanyi. Tudom, hogy mit akarsz mondani, és hagyj békén ezzel. Tudsz róla? Igen, a feleségem elmondta. És te ezt így komolyan képes vagy elfogadni? Igen, képes. Akkor gyenge vagy. Miért vagyok gyenge, Sanyi? Azért, mert más vagyok, mint amit te elképzelsz? Mégis hogy tudod ezt elviselni? Egy kibaszott báb vagy a nődnek a játékában, nem veszed észre? Sokkal jobbat érdemelnél. Olyat, aki megbecsül. Nem. Én nem vagyok buzi. Miről beszélsz? Haver, mit adott be neked a feleséged? Én nagyon jól ismersz, tudod, hogy nem vagyok buzi. Ez mi volt? Tudja a faszom! Fordulj, Ribanc! Jó, hallottam! Mielőtt még Ricsi visszajön! Jó, mielőtt! Aj, de jó, hogy lelőtted, kisfiam! Sanyi! Azt akarta, hogy anya meg apa összevesszenek! Itt a távolban a felépuka meg a fiát! Biztos jól viselkedett a gyerek, ez az apja intelmezett, ami neki! Kérjük kölcsön! Kérjük kölcsön! Miért voltál kint ilyen későn amúgy? Anya azt mondta, hogy ha beszélgetsz a Sanyival, lőjem le. Igen. Anyád nagyon okos. Can you learn to love yourself?